Összehajtjuk, és akkor úgy varjuk rá, és a végén kiszedjük a papírt. Úgyhogy ez úgy készült, parkolni a munkat. Éppen az egyik kedvenc technikájával készült asztalterítőt mutatja Pachné Szévald Rózsa. A magát leginkább bajainak valló alkotó úgy fogalmaz, a textil szeretetét hozta el Tolnára. Azt mondja, ez egyfajta családi örökség. Még a déd nagyszülőktől, tehát még jó messzire a rokonságon belül, és ez megy egyik generációban keresztül, és mert a kislányom is kézimunkázik. Eleinte persze kötés-holgolással indultunk, és akkor apró anyagdarabok összevarásával, és akkor így fejlődtünk tovább. Az általános iskola után nőiről készítőnek tanultam, úgyhogy ez alapszakmám az a konfekcióban való varázs. A foltvarázs meg hobbinak indult, és hát eleinte a családtagoknak vartam termékeket, most meg már van saját webáruházam, és el is adom a termékeket, úgyhogy ki mit szeretne, milyen kategóriában. Van az anyalánya szettektől kezdve egészen a baba holmik, így minden. Rózsa úgy mutatta be textil termékeit, mintha a gyermekei lennének. Azt mondja, úgy is viszonyul hozzájuk, mintha mindegyik alkotása egy darabka lenne belőle. Van olyan ágytakaró, vagy éppen baba, amin több napon keresztül dolgozott. A papa termékeket, azt nagyon szeretem, de a rácsvédőn vannak az egérkék, azok egy szabadon tűzési technikával készülnek, és nekem az a kedvenc technikám, de ugyanúgy a fehér ágytakaró, és egy ilyen terítőn is meglátszik a falon, hogy én általában és a több terméken a szabadon tűzés az, amivel rajzolunk az anyagon, és az úgy kiemeli a munkát. Mennyi ideig tart egy ilyet elkészíteni, egy ilyen terítőt például? Hát mondjuk az 1 méter x 1 méteres, ez 2 hét. Tehát egy 40 óra. Tehát egyfolytában nem tud az ember tűzni, a legjobb esetben se, mert hogy fáraszta meg a szemnek, nem jó. Úgyhogy én részekre szoktam osztani, de egy 40 óra. Egy ilyen 1 négyzetméteres terítő, mivel nekem kis gépem van, tehát vannak ilyen asztali nagy gépek, ott biztos gyorsabb, de én pici géppel dolgozom. Nem mondom magam profinak, tehát azért szögezzük le, mert szerintem vannak profibak, meg hát ne is szálljunk el. De 10 éve van úgy, hogy rendszeresen járok tanfolyamokra, kiállításokra, és külföldön szokott lenni kiállítás, meg vándorkiállítás, ezt részt szoktam venni. Rózsa akkor var különleges darabokat, amikor épp ihletet kap. Spontán. Amikor sokat rajzolok, és akkor rajzolásban, ami kijön belőle, de például vannak a pillangóbabák, például ez a levendulás, ami ott van a falon, az egy saját tervezésű baba, egy pillangóbaba, amikor azt hát fejlesztettük ki, mert elég sokáig tartott azért, akkor nagyon sok érzékeny babával találkoztam, aki vagy asztmás volt, vagy allergiás valamire, és akkor olyan tömőanyagot választottunk, ami által a porat azt taszítja, tehát ezért van hipoallergénnek mondható nyugodtan, mert hogy az tény, hogy a pamut anyag, a plüss, a bébi plüss, az vonza a port, de viszont a benne lévő anyag az már taszítja, ebből adom bármikor ki lehet mosni, és akkor nem az asztmás gyerekeknek is nyugodtan lehet odaadni. A tűfestéses technikához nem árt, ha az ember egy jó nagy adag türelemmel rendelkezik, mert az bizony aprólékos, nagy odafigyelést igénylő mozdulatsor vezet minket oda a másik kedvencéhez, a bajai alkotó. És akkor kiszínezzem belül tűvel, úgy megyek a tűvel, hogy nagyon kicsiket kell menni. Rózsa nagyon szeret varni, de még jobban imád családi körben nyüzsgés közepette a kezébe venni egy darab textilt, és abból valami újat, valami különlegeset létrehozni. Azt mondja, reggeltől estig képes ezzel foglalkozni, neki ez tölti ki az életét. Egy ilyen tűfestéses, igen. Tehát ez 8 óra simán rámegy. Mennyit tudsz egyfolytában varni? Hát én sokat. 10-12. És akkor nem gyulladnak be. Hát úgy szoktam, hogy mivel már nem látok olyan jól, mint eleinte, hogy amíg világos van, addig fönt a varrógépen varok, és amikor olyan 7-8-ra felleköltözök a konyhaasztalra, tehát az más te van, és akkor olyan 10-ig még kézzel úgy varogatok. Mivel eladás és készítek termékeket, így aztán a varázsok, ez volt a dolog az életemben, a családok így.